Abba Novák Vilmos kora fiatalságától kezdve tudatosan készült festőnek, már kisgyerek korában rajzeszközöket vásárolt az Ócska piacon. A képzőművészeti főiskolán Révész Imre tanítványa lett, 1913 nyarán a szolnoki művésztelepen Fényes Adolftól olajfestést tanult, alig megkezdett tanulmányait azonban megszakította a háború, 1914. októberében bevonult a 29. honvédezredbe. A háborút teljesen értelmetlennek, művészi ambíciói gátlójának tartotta. 1918-ban szerelt le, majd egy évig a József Nádor Műegyetem kisegítő tanársegédeként dolgozott. 1922 tavaszától 3 éven át Oldjai Viktor grafikai műtermének növendéke volt. Első grafikai kiállítása 1922. szeptemberében az Ernst Múzeumban nyílt meg. 1923-tól a Magyar Részkarcoló Művészek Egyesületének tagja lett. A következő évben részt vett a képzőművészek új társaságának első Ernst Múzeumbeli csoport kiállításán, ez évben vásárolt tőle képet a Szép Művészeti Múzeum, a Fahordás címűt. 1925-ben elnyerte a Szinnyei Mersepál Társaság 5 millió koronás külföldi utazási díját, a következő évben a pénzből Velencét, Veronát, Milánót, Bernt és Párizst kereste fel. Grafikákkal vett részt a firenzei, varsói, poznani, krakkói, stockholmi magyar kiállításokon, gyűjteményes kiállításokat rendezett Milánóban, Genovában, Bergámóban, Triestben. Közben volt egy gyakorlatiasabb énje is, Norma néven festőeszközkészítő üzemet létesített. 1928-tól minden alkalommal szerepelt a Velencei Biennálén. 1929-ben és 30-ban 14 hónapon át a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. 1930-tól állandóan visszatért a szolnoki művésztelepre. Ebben az időszakban sok zsáner és tájképet festett, 1930 és 37 között pedig saját képzőművészeti magániskoláját vezette. 1933 nyarán elkészítette a Jász Szent Andrási Római Katolikus templom szekkófali képeit. 1934-ben Londonban állított ki, részt vett a második Mostra Internazionale de Arte Sacra kiállításon, és még ebben az évben megalapította az Amerikai Magyar Művészeti Akadémiát. 1937-ben megkapta a Párizsi Világkiállítás nagydíját a Francia-Magyar Történelmi Kapcsolatok című pannójáért. Az alkotás ma Székesfehérváron a Csók István képtárban látható. 1939-ben Székesfehérvártól önálló megbízást is kapott, ebben az évben készítette a Szent István mauzóleum fali képeit. Az együttműködés a várossal hosszabb távúnak bizonyult, Abba Novák 1940-ben és 41-ben a Székesfehérvári Városháza lépcsőházi fali képeit festette meg. Ez utolsó munkáinak egyike volt. Abba Novák Vilmos 1941. szeptember 29-én 47 évesen hunyt el.